A városba érkezőknek azonnal szembe tűnik, hogy mennyi útlezárás van Vásárosnaményban. Ez most bosszúság, de hosszú távon pozitív hatása lesz az útfelújításoknak. Filip Sándor polgármester azt mondta, több fejlesztés is zajlik a városban. Szeretnénk azt, hogyha valaki kajakkal, kenúval érkezik Vásárosnaményba, akkor tudjon kölcsönözni egy bringát, bringára pattanni, bejárni az árapasztótározón keresztül a környező szatmári beregi településeket, végigmenni a középkori templomok útján, hiszen ez mind itt van Vásárosnaményban, a Beregben és Szatmárban. Ugyanakkor, aki kerékpárral érkezik, adjunk neki is lehetőséget arra, kajakot, kenukot kölcsönözve, evezzen egy kicsikét föl, menjen Jándig, a Szigetig, akár aki keményebb, menjen föl Tivadarig, és erre külön felhívom a figyelmet, hogy nem csak az a kényelmes, ha lecsorgunk, hanem talán sportosabb az, ha fölfelé is evezünk. Gyönyörű ez a vidék, Jánd, Olcsva, Páti, és az úgy hiszem, hogy aki egyszer kajakba, kenuba száll, vagy bringára pattan ezen a vidéken, az máskor is visszatér. A Bereg Szíve Üdülőközpont 4 épülete teljesen megújult, összesen 48 férőhelyen rendelkezik. A teljes üdülőközpontban 100 diák is nyaralhat egyszerre. Az elmúlt évek bulizós Tisza partjából családbarát üdülőhelyet szeretnének kialakítani. 5 projektünk van most, kisebbek és nagyobbak. Itt van 161 milliós nagyságrendű projektünk is, és van több kisebb, ilyen 30-40 milliós projekt is. Ugyanakkor azt látom, hogy a mai kornak megfelelően wifi-nek lennie kell a Tiszaparton is, hiszen hogyha valaki a hajóból kiszáll, azonnal keresi a wifi-t, bekapcsolja a telefonját, tabletjét, és kapcsolatba lép a külvilággal, ami fontos, hiszen megtudják arról, aki itt van, hogy itt van Gergely Gornyán Vásárosnaményban. Nagyon fontos, hogy olyan komfortos lett most már a Bereg Szíve Üdülőközpontunk, hogy gyakorlatilag 5 perc alatt elkapották mind a vízi vándortáborokat, mind a kerékpáros vándortáborokat a fiatalok. Ez örömteli, hiszen látjuk azt, hogy most már nem csak Balaton és a Velencei tó, Budapest a vonzó, persze mindegy csodálatos, hanem ez a vidék is, ez az érintetlen természet. Nagy népszerűségnek örvend az árvízvédelmi töltésen kialakított és összesen 250 kilométeres bicikliút a kölcsönözhető kerékpárokkal, kiadványokkal, kerékpárszervizpontokkal. Mindemellett a vízisportok szerelmeseinek is igyekeznek kedvezni. Igen, és érdekes ez a mai nap, hiszen ma értük el azt végre, hogy a új második Rákóczi Ferenc Tiszaid végre megkapja az izócseréket, tehát újra teljes fényében pompázik majd, és ezzel egy irányt szab a Bereg és Szatmár felé. Ugyanakkor felhívom a figyelmet arra, hogy akik Vásárosnaményból, vagy a nagyvarsányi, mártészalkai, kisvárdai részről érkeznek, és esetlegesen gyalogolni akarnak, akár a Tiszahídnál le tudják majd tenni a kerékpárjaikat, vagy esetlegesen egy gyalogösvényen tudnak elmenni a folyóval párhuzamosan fölfelé Gergely-Gornyára. Nem kell már a töltésig sem elmenni, hanem közvetlenül a folyópartra is kiépítettünk egy sétányt. Mindenképpen modern, élhető és családbarát Tiszapartot szeretnénk a jövőben. A járvány miatt most nincsenek turisták, de amennyiben a helyzet lehetővé teszi, egy mozgalmasabb nyári szezonban reménykednek a városban. Várják mind az aktív pihenést kedvelőket, mind a gasztronómia szerelmeseit Vásárosnaményban.